Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea, Andrea vagyok, ez pedig a nap híre péntek reggel, és szeretném elmondani, mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, hogy nagyon hálás vagyok minden támogatásért továbbra is, és mindig nagyon meglep, amikor újra meg újra emberek jelentkeznek, hogy szeretnék támogatni a munkánkat, és ezért nagyon hálásak vagyunk. És hát folytatjuk tovább, megpróbálunk a többi platformon is egy kicsit aktívabbak lenni, a Twitter is folyamatban van, és nagyon remélem, hogy ez tényleg egy alternatívát tud nyújtani. A Spotify-on is elméletileg van lehetőség majd arra, hogy a podcasteket feltöltsük, ami azért nagyon jó, mert ott nincs reklám, és a szabályozás is elég jó. Szóval folyamatban van minden. Most egyelőre a nyári időszakban egy kicsit lassabban mennek a dolgok, de szeptemberre új terővel fogunk majd belecsapni a munkába. Augusztus végére tervezünk egy újabb Deep Stage klubot, ezt szeretném már előre jelezni önöknek. Még kiforróban van, hogy kik fognak beszélgetni egymással vagy kiket fogunk meghívni, ugye a szabadságolások miatt eléggé nehéz összeegyeztetni, hogy mindenki ráérjen, de nagyon bizakodóak vagyunk, hogy lesz egy jó kis rendezvényünk újra itt Kecskeméten, és hát előre szeretném jelezni önöknek, hogy az augusztus 20-a utáni hétre ne csináljanak maguknak túl sok olyan programot, ami elviszi önöket Kecskemétről, nem teszi lehetővé, hogy akár ide látogassanak egy másik városból. A mai Deep Stage ben néhány olyan témát választottam ki, ami összefügg, és ugye lehet látni, hogy vannak olyan tendenciák, amik különböző területeken jelentkeznek hatásokkal, de azért mégiscsak összefüggés van ezek között a dolgok között. Ugye, hogyha megnézzük a közösségi médiát, most a legújabb fejlemény, ami van a Twitter körül, például, hogy a meta komplexum, létrehozott egy olyan applikációt, aminek az a neve, hogy Thread, ami azt jelenti, hogy fonál, és ugye a Twitteren így hívják a, azokat a folyamokat, amiket mondjuk egy bejegyzéssel indít. És hát Elon Musk abban a pillanatban, ahogy kijött ez az applikáció, küldött egy jogi felszólítást a Metának, jelesül Mark Zuckerbergnek, hogy hagyják abba ennek a fejlesztését, és állítsák le az applikációt, mert hogy az ipari kémkedés, ugyanis nagyon sok Twitter munkatársak, akit annak idején a leépítéskor, mikor Musk megvette a platformot, akkor elbocsátottak, és akkor ezeket a megfelelő időpont vagy időszak letelte után, ami szinte minden szerződésben már be van állítva, hogy hasonló helyre nem mehet dolgozni, ezeket az embereket felvették a konkurenciánál, és most azt a know-how-t viszik át oda, ami egyébként a Twitternek a sajátja, és hát Musk az megjegyezte, hogy a verseny az egy dolog, tehát ha valaki megpróbál egy hasonló applikációt csinálni, az ipari kémkedés, meg a szellemi tulajdonnak az ellopása az meg egy másik dolog. Szóval nagyon érdekes, hogy hogyan fogják ezt megoldani, ugyanis Zuckerbergről, ugye aki látta a filmet például a Facebooknak a keletkezéséről, meg úgy egyébként az üzleti módszerét látja, Zuckerbergnek, meg a Metának az el tudja képzelni simán, hogy itt valóban szellemi tulajdonnak az eltulajdonításáról van szó, és nem arról, hogy hirtelen rájuk jött, hogy fejlesztenek egy hasonló applikációt, mint a Twitter. És hát ez azért is nagyon érdekes, mert ugye most megint történt Amerikában egy olyan precedens, hogy ugye republikánus képviselők Elkezdtek pereket indítani azért, hogy valahogy rábizonyítsák a közösségi média felületekre azt, hogy a konzervatív tartalmakat főső utasításra teljes egészében diszkriminálják. És mennek is ezek a perek, de közben ugye a lezárásuk első fokon ugyancsak folyamatosan történik. És most egy bíróság Amerikában úgy döntött, hogy nem engedi meg. Ezeknek a platformoknak nem engedi meg külső szereplőknek, hogy a platformokat bármilyen módon ilyen témával felelősségre vonja, vagy hogy bármilyen kérdéseket vagy tartalmat próbáljon meg tőlük megszerezni, kérdéseket tegyen fel nekik, vagy tartalmat követeljen, vagy esetleg felhívja a figyelmet rá, hogy valami nem kerek. És ugye az a probléma ezzel, hogy jön a 2024-es választás. Ugye itt mi is kilódunk azzal, hogy mit lehet leírni, mit nem lehet leírni, pedig mi nagyon kicsik vagyunk, de azért, ha megnézzük a Déli például a több milliós számával, vagy Joe Rogent, vagy bárki mást, aki konzervatív, az már most önmagában megvan lőve, tehát vagy monetizációból van kizárva, vagy pedig egyáltalán nem dobja fel a hírfolyamokban, vagy nem dobja fel a megfelelő közönségnek, még akkor sem, ha fizetünk a videókat, mert ugye úgy van besorolva a videó, vagy maga a készítő, hogy írtandó, most ezt nagyon direkt sarkítom ki, és ez most ezzel a bírósági ítélettel csak még inkább súlyosbodni fog, mert hogy a felelősségre vonásnak a lehetőségét is lezárta ez a bírósági döntés, ugyanis nem lehet mostantól kezdve a szabadságra hivatkozva ezeket a platformokat ilyen kérdésekben felelősségre vonni. És az sajnos azért nem jó, mert a platform önmagában ugye nem kellene, hogy... Szóval az a probléma, hogy a platformok azok azt állítják magukról, hogy ők csak egy keretet adnak, és a tartalom az nem az ő felelősségük. De onnantól kezdve, ahogy elkezdik cenzúrázni a saját etikai kódexeik alapján ezeket a tartalmi dolgokat, akár a YouTube, akár a Facebook, akár más, mert pedig ezt ők nagyon keményen csinálják, onnantól kezdve igenis felelősek, tehát nem csak a platformot adják, mert akkor olyan lenne az egész, mint a Rumble például, hogy ilyen totál szabadrablás lenne, mindenki azt tölt fel, amit akar, különböző alapirányelvek megszabása mellett, tehát nem lenne ez, hogy az algoritmus az úgy van megcsinálva, hogy különböző kulcsszavakat azokat egyáltalán nem enged meg, és ezek a kulcsszavak, ezek nem a tudom, ilyen vegyi fegyver, vagy antiszemitizmus, vagy akármi, vagy Adolf Hitler, hanem ezek olyan kulcsszavak, mint a választás, meg Joe Biden például. Tehát ami, ami erről szól, vagy a Biden családról ott az ember elfelejtheti, hogy bármilyen sikert is ér el a, a videó, Szóval mostantól nem lehet ezeket a platformokat még annyira sem felelősségre vonni. Valószínűleg egyébként tovább mennek majd a republikánus képviselők, a bírósági ítélet ellen fognak fellebbezni. És hát meglátjuk, hogy mit mond a legfelsőbb bíróság. De ugye most már, mivel eddig most legalább két vagy három olyan döntés született, ami jelentős konzervatív győzelmet jelent, Azért ugye most keltik ellenük is a hangulatot, hogy ugye teljesen leszerepeltek, meg nem hiteles, meg minden, pedig igazából ezek a bírák, akik ott vannak, a Neil Gorsuch, meg a, az Amy Coney Barrett például, vagy Brett Kavanaugh, akiről nagyon sokat beszéltem ebben a műsorban is korábban, ezek az emberek, ezek nem radikálisok, hanem egyszerűen olyan jogászok, akik a törvényszövegét a szöveg szerint akarják értelmezni, az alkotmánnyal bezárva nem pedig valamiféle ideológia alapján, ami meghatározza a világnézetüket. Tehát szerintem korrekt emberek, és hát most többségben vannak, mert hogy volt egy ilyen kegyelmi időszak, amikor Trumpnak lehetősége volt többet kinevezni, több írát, mint a többi demokrata elnöknek. És hát ez szerintem pozitív, mert legalább van valami fék. De azért itt is azt lehet mondani, hogy olyan nagyon sokat nem fog fékezni. És hát jó lenne, hogyha végre lenne szabályozás a platformokkal szemben, és akkor úgy kezelnénk őket, mint mondjuk egy újság szerkesztőségét, hogy legyenek igenis felelősek, lehet, legyenek felelősségre vonhatók, kelljen nekik korrigálni magukat, és lehessen őket elszámoltatni, hogyha túlkapások vannak. Ugye van az a német prédikátor, akiről beszéltem már többször is, hogy beperelte a Kászrújai Bíróságon a YouTube-ot, de hát mire megyünk azzal, hogyha minden egyes videónál bepereljük a YouTube-ot? Hát rámegy a gatyánk is az ügyvédi költségre, és lehet, hogy megítéli a bíróság, hogy igenis vissza kell, hogy tegyék a videót, de hát nálam is az van. Van egy jó videó, 3-4 ezer megtekintése van, és három napig gondolkoznak rajta, hogy megfelele a hirdetőknek egy 10 perces videónál. Tehát lehet látni, hogy ez mind egy stratégiának a része, hogy az ember hagyjon fel a tevékenységével ezeken a platformokon, mert nem vagyunk kívánatosak. De hát mivel nem a pénzről szól ez az egész téma, és nem azért csináljuk, mert valami nagy bevételre számítunk belőle, hanem azért, hogy tisztítsuk a, az éterben a kimondott dolgokat, meg azért, hogy legyen egy ellenpólus is, azért ugye nem fogjuk abba hagyni. Aztán majd meglátjuk, hogy hova fajul ez még tovább, és hát közben ugye van egy másik aggasztó dolog, amire kicsit ugye jobban fel kéne, hogy figyeljünk, de én például a főáramú médiában Magyarországon nem hallottam egyáltalán, hogy valaki említette volna. Ez pedig az, hogy Kína elfogadott egy új külkapcsolati, igen, külkapcsolati törvényt, vagy külügyi törvényt, és ebben leírja, hogy vissza akarja állítani az egész világon a törvény és a jog és a rend uralmát, és azt szeretné elérni, hogyha mindenki egyenlőképpen lenne kezelve. És ugye ki van mondva teljesen explicit módon, hogy például a jogtalanul kivetett szankciók ellen is fel fog lépni, hogy ezeket lokalizálni lehessen, ezeket mondjuk izolálni lehessen, hogy ne legyen neki egy ilyen mindenkire kiható hatása. És ugye ez azért nagyon aggasztó, mert látjuk egy jó ideje már, hogy az Egyesült Államok mindenkire rátelepszik, és ugye mint az elkényeztetett gyerek az udvaron, aki mindenkinek elmondja, hogy neked így, meg úgy, meg amúgy kell viselkedni, és akkor én vagyok a főnök. Aztán te fogd be a szádat, és csináld, amit mondok. Most úgy tűnik, hogy megjelent a másik ilyen hasonló szereplő az udvaron. Csak az a probléma, hogy Kína egyébként nem az emberi jogoknak a minta állama, tehát azért, amit a saját társadalmával csinál a kínai kommunista párt, az is megérne több műsort is. Tehát egyáltalán nem jó, hogyha Kína átveszi a hegemon szerepet, mert ugye egyáltalán úgy tűnik, hogy egyik oldalnak sem érték az ember, egyik oldalnak sem fontos, hogy normális viszonyok alakuljanak ki, hogy a nagy tömeg, akik egyébként mindent szolgáltatnak a számukra, meg akik generálják nekik a bevételt, meg akikkel lehet élősködni, hogy annak egy kicsit is jó legyen. És sajnos ez, ha innen nézzük, akkor csöbörből vödörbe helyzet tud lenni, hogyha Kína most hirtelen belép az Egyesült Államokkal szemben. Lehet, hogy ideig óráig úgy éreznénk, hogy ez egyébként egy jó dolog, mert egy kicsit visszaszorítaná ezt a hihetetlenül arrogáns nyomulást, amit az amcsik csinálnak mindenhol és sajnos ugye azért van, akinek az életébe kerül ez, hogyha Ukrajnát nézzük, vagy mondjuk Venezuelában, ahonnét az ember nem tud kiszabadulni, mert nincs annyi jövedelme, hogy egy repülőjegyet meg tudjon venni. Tehát az egész egy, bűzlik messziről. De ugye, ha Kína belép ebbe, akkor vajon mitől lesz nekünk jobb? Valószínűleg egyáltalán nem lesz jobb nekünk semmivel, szóval most ez csak egy, egy újabb konfliktus forrást fog jelenteni, amit most már Kína nyíltan felvetkeztjűvel felvállalt. Hát én nagyon remélem, hogy nem lesz belőle nagy probléma, de hát ez csak egy ilyen vágyteli gondolkodás, úgymond wishful thinking, ahogyan az angol mondja. Hát reméljük, minél később lesz ebből a kenyertörés. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon jó hétvégéjük, pihenjék ki magukat, töltsenek sok időt a családjukkal, használják ki a nyári uborka szezon, és ne foglalkozzanak sokat a hírekkel, mert nem éri meg az idegességet. Tudni kell, hogy hol élünk, mi zajlik maga, körülöttünk, de az életünket azt nem kell nekik odaadni, hanem azt éljük mi magunk. Én nagyon hálás vagyok még egyszer, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra viszonthallásra.